Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Solt-Vad Kerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt városunkban, illetve térségünkben az elmúlt egy hétben. Mai műsorunk témája következők. Szántó bemutató és csettegő találkozó a Sárközi tanyán. 9 kiállítás nyílt a Szüreti Fesztiválon. Kicsik és nagyok lelkesen rótták a köröket. Solt-Vad Kert madártávlatból. Nagy érdeklődés mellett zajlott a Szüreti Fesztivál szombati napján a Sárközi tanyán a szántó bemutató, a csettegő találkozó és az alkalmi szüret, ahová testvérvárosaink delegáció is kilátogattak. A jó hangulatról Solt-Vad Kert város citera zenekara és a tázlári citera zenekar gondoskodott. Mint tudjuk, a csettegő bekerült a Solt-Vad Kerti értéktárba, sőt a megyei értéktárba is. Most itt felsorakozott néhány belőlük. Hány darab csettegő van most? Hát, amit nekem, amihez közel van, tehát amit én szerveztem, azt hiszem 8 darabban. És összesen? Összesen 10-12, tehát nem a nagyon sok van, de szerintem ennyi elég is. Ez az első alkalom, hogy ilyen találkozót szerveznek. Gondolom ugyanaz a cél vele, hogy egy kicsit jobban megismertessék ezt a fura járművet. Hát igen, mert a mai fiatalság már, tehát ez már nem ebbe a korba élt, ez egy már, tehát ez ezelőtt 30 éve minden nap, naponta tele volt a falu csettegőre. Most már kevesebb van. Tehát a traktorok átvették a szerepet. Amikor ide jönnek vendégek, hogy megcsodálják ezeket a régi járműveket, akkor miket kérdeznek? Mi az, ami érdekli őket? Hát összességében az egész, hát az ez egy összeépített gép, tehát ilyen nyugaton nem ismernek ilyen. Hány lőerős, mit tud, miből lett gyártva, általában ilyeneket kérdezgetnek. Hány olyan csettegő van Solt-Vad Kerten, ami még teljesen működőképes? Nem sok. Hát egy... Tehát ez a hagyományos csettegő, tehát az, ami, mert nagyon sok olyan van, hogy tehát ilyen 40-50 lóerős motorokkal, amik már az utóbbi években gyártották, abból több van a hagyományos csettegőből, szerintem így 10-15 darab, ha lehet. De ezek még tudnak az utcán közlekedni, mert olvastam a felhívásba azt is, hogy akár nem lábon is ki lehet hozni. Igen, igen. Hát aminek rendszáma van, az rendesen hivatalosan működik, tehát az használható. Műszaki vizsgálva. Ezek meg is fognak már maradni, mert az általában ez az ember, akinek most van gépje, az, tehát az értékeli ezt. Ugye első alkalomát reméljük lesz jövőre is ilyen csettegő találkozó. Elképzelhető, hogy akkor többen kapnak kedvet, hogy kihozzánk, vagy kijöjjenek a járművükkel? Hát én szerintem, ha például a hónapi napra, amikor lesz felvonulás, sokkal többen leszünk ettől, biztos. Most ide azért sokan nem jöttek ki. Tehát van szántóverseny, ugye, tehát akit annyira nem érdekel, de nagyon-nagyon nem fog megnövekedni a létszám, mivel nincsen nagyon sok mávat kertem. Még sok olyan van, amit meghalt a gazdája, tehát nincs karbatartva, és az édes úgy érdemes kijön, hogyha szépen meg van csinálva. Pedig ez fontos lenne szerintem, ha már ilyen értéke van a városnak, hogy azért ezt minden alkalommal közszívvé tegyük. Hát igen, de én azt úgy gondolom, hogy akinek most megvan, ez meg is fogja tartani. Tehát az karba is tartsa, tehát az nem fog eltűnni már. Vannak még olyanok, akik karban tartják ezeket a gépeket? Hát most többek között én is, tehát én rengeteget gyártottam valamikor. Az enyémet is most, ami itt van, azt most újítottam föl, még tehát ezt karba is fogom tartani. Tehát ha valakinek elromlik a csettegője, akkor itt Vadkerten talál olyan valakit, aki megszereli neki? Persze, hát ezek az emberek még élnek, még ezek meg is szerelik, még értenek is hozzá. Ez nagyon fontos. Hogy igen, igen, igen. Solt-Vad Kerten nagyon régi hagyománya van ennek a szántó bemutatónak, sőt, emlékszem, hogy kezdetben még szántóverseny is volt. Jól emlékszem? Igen, a kezdetek kezdetén hosszú évekig volt szántóverseny. Akkor még elég sok fogat volt, amikor 20-25 fogat is összejött, meg még vidékről is eljöttek, annyi fogatot sikerült összeszedni. Csak ez most már azért áttértek a traktorra Solt-Vad Kerten is, tehát a szőlőket is úgy telepítették, hogy nagyon kevés igásló van, amivel meg lehetne ezt csinálni, ezt a szántóversenyt. Úgyhogy ez most már inkább csak egy szántó bemutatót terveztünk, 3-4 fogatot sikerül összeszedni rá itt Solt-Vad Kertről, hogy a fiatalok is lássák azért, hogy működik ez a dolog.
ezen a területen már többször végigmentek, vagy mert itt látom, hogy ez már föl van szántva? Nem, tárcsázva van traktorral, mert azért aratás után még a gyomok följöttek rajta, amit egy traktoros eke lebírna szántani, de a lovas eke azért az nem bír akkor átborítani, tehát előtte egy kicsit meg kellett tárcsázni. Idén nehéz volt összeszedni azokat, akik itt bemutatót tartanak? Nem, készültek rá, tehát ők 2 éve is itt voltak, ők tudják, szeretik, élvezik, úgyhogy jöttek szívesen. És ezek az ekék bent vannak a kamrába, és csak ilyen bemutatók alkalmából ott szedik elő? Igen, most már ott tartunk, hogy ezeket csak direkt erre, igen. Rozsdát le kell róluk szedni, meg kicsit átfesteni, hogy kinézzenek valahogy, és akkor nem szánt most már senki így. Látok traktorokat is, azzal is bemutatót tartanak? Ők igazából csak egy hirtelen jött ötlettől több fiatal jelezte, hogy ő szeretne kijönni traktorra, úgyhogy most gyorsan reggelit rögtönöztünk nekik egy pályát, hogyha szeretnének, akkor miért ne, persze. És akkor így mondtuk neki, hogy jöjjenek nyugodtan, ha ők ezt így gondolják, akkor megoldjuk a feltételeket nekik.
az a kis hamis, az a bajból tudja maga is. Jaj, de húzzunk valamennyi lány, és sem szerel szívből igazán. Pénteken a színházteremben tartott ünnepélyes megnyitóval egy időben két kiállítás is megnyílt a Művelődési Házban, Holcimmer Anna grafikus és Daróczi Csaba természetfotós munkáiból. Ezzel egy időben az Egyesített Szociális Intézményben ikonokat, porcelánbaba gyűjteményt, kavicszobrokat, dekupás dobozokat, kézimunkákat, fadekoráció gyűjteményt és kaktuszokat csodálhatott meg a közönség. Már itt csodálhatja a Sotvadkerti közönség azokat a képeket, amik kiállításra kerültek. Szeretném egy kicsit bemutatkozni. Hát elsősorban üdvözlök mindenkit. Az itt bemutatott képek az elmúlt egy év munkáiból kerültek összeállításra. Főként ugyebár a kislányom születése óta kerültek megalkotásra. A fő téma ugyebár ebből adódóan ő lett, és a családunk, ami megalakult, és jelenleg is szuperül működik az elmúlt egy évben. Az itt látott munkákhoz nagyon sok segítséget kaptam a családomtól, ugyebár ők azok, akik által leginkább időm jut ezeknek az elkészítésére, és az ő segítségükkel jött ez is létre. Az itt látott képek nagy része ebből a témából adódik össze, de minden mellett természetesen jelen vannak más témájú képek is. Az utóbbi időben az utazásaink során összeállított munkák is láthatóak itt. Hát a kiállítás az szeptember végéig lesz megtekinthető, nem csak a Szüreti Fesztivál ideje alatt, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki ezt szeretné megtekinteni, még a fesztivál után is lesz rá lehetősége. Nagyjából autodidakta módon tanulta a képzőművészetet, vagy valamilyen iskolai háttér van mögötte? Igen, iskolai háttér van mögötte, egy művészeti szakközépiskolát végeztem Szegeden, ezáltal azért több technikát és többfajta képzőművészeti formát el tudtam sajátítani, ami azért jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy jelenleg is többféle technikát jelenítek meg. Többek között vannak grafikák is, festmények, úgyhogy elég színes itt a felhozatal. Ez az első kiállítás? Nem, ez már a többedik kiállítás, és remélem, hogy a... És hol voltak az eddigi? Hát ezelőtt is állítottam már Kisoltvadkerten, ugyebár, és jelenleg csak itt, de tervezem persze továbbra is, hogy más városokban, ugyebár Kiskunmajsán élünk, és nagyon szeretném, hogyha esetleg lehetőségem lenne ott is bemutatkozni. További terve? Kiállítás? Hát igen, folytatni az alkotó munkát, amire ugyebár most egy picit kevesebb idő jut, mint az eddigiekben, de nagyon jó lenne, nagyon örülnék neki, hogyha sikerülne ezt tovább folytatni, és gyarapítani a meglévő alkotások számát. Nehéz lehet ilyenkor egy fotósnak, vagy egy kiállítónak, amikor el kell döntenie, hogy egy bizonyos felületre milyen alkotások kerüljenek kiállításra. Neked mik voltak a válogatás szempontjai idén? Igazából szerettem itt a kiskunsági képeimet falra tenni, és nyilván ehhez a témakörhöz válogattam, hogy mind a négy élőhelyről mutassak be képeket, és hát nyilván amelyik esetleg közelebb áll a szívem, vagy a díjnyertes, tehát ilyen szempontból válogattam őket. Akkor egy kicsit válogassunk a négy élőhely között. Ha kiemelnél egy-egy fotót, akkor melyik lenne az? Talán az a kép, amikor a bogár mászik a homokban, az egy többszörösen kedves kép nekem, azt a Fülöpházi homokbuszkán készítettem 2014-ben a születésnapomon.
és nem ezért mentem ki, nem ezért a képért mentem ki, egy éjszakai képet szerettem volna készíteni, csak hogy készülődtem a képhez, megláttam és lehajoltam, és megfotóztam, és ez nagyon sok pályázaton első díjat nyert ez a kép, illetve amit megcsináltam utána, az éjszakai az is. Úgyhogy ez egy nagyon termékeny születésnap volt. Most új technikával is fotózol, én mindig megcsodálom a közösségi oldalakon a drónnal készült fotóidat. Teljesen profik. Sokáig tartott megtanulni? Körülbelül azt mondom, hogy 20 óra az, amíg az ember megtanulja kezelni ezt a szerkezetet, legalábbis olyan készségszinten, hogy azzal már ne legyen több gondja. Előtte én nagyon sokat fotóztam levegőből sárkányrepülőről, és volt egy rálátásom a légifotózásra, és talán ez a szemlélet is segített ahhoz, hogy ezzel az új szerkezettel is egy jó minőségű és jó komponált képeket tudja készíteni. Gondolod, hogy lesz köztük díjnyertes is? Tehát ilyen fajta fotókat is díjaznak? Hát, ha összeszámolom, kb. 8 díjat nyertem az idén már. Tegnap volt egy éve, hogy megvettem ezt a drónt, és már kb. Egy ilyen 8 nemzetközi díjat nyertem ezekkel a képekkel. Ez egy új trend a fotózásban? A fotózásban mindig az újdonságokat keresik és díjazzák. Tehát mindig az újra kíváncsi az ember, az új szempontok, illetve új szemszögekből készült fotókra, és ez tökéletesen alkalmas arra, és tényleg most látom, hogy például az állatokhoz olyan közelségbe tudok ezzel kerülni, ami előtte semmivel nem lehetett ezt megtenni. Tehát én oda tudok repülni egy madárhoz 3 méterre. És a levegőben 3 méter magasból tudom a követni úgy, hogy nem zavarja. Tehát ez egy olyan lehetőség egy nyit számomra, amiben tényleg csak álmaiban gondol az ember. Meg azok számára is, akik a fotókat nézik, hiszen egy-egy fotót kapcsán úgy eszembe jutott, hogy én ezt vízszintesen láttam, tehát de hogy magasból így néz ki, én erre mindig rácsodálkozom, gondolom más is. Így van, tehát a jó fotónak az egyik ismérve, hogy újszerű legyen. És nyilván esztétikailag is szép legyen, illetve megismételhetetlen legyen, és ezt szerintem az a technika ez nagyon jól nyújtja számomra. De azért még hagyományos módon is fotózom. Természetesen én elárulok egy titkot. Én itt a kiállítás megnyitó előtt 2 órát ültem a lesen, így öltönybe, illetve így ruhában, nagyon jók voltak a fények, és tudtam, hogy van jó akció, és én gyorsan kiszaladtam még a fotózni egyet. Készül már a következő év fotósa pályázatra, garnitúra, az összeállítás? Én nem erre készülök, én mindig egy jó képet szeretek csinálni, és ha van megfelelő jó kép, akkor azok majd vagy elérnek valamit, vagy nem. Tehát én az én mércém szerint fotózok, és utána majd meglátjuk, hogy a zsűrinek mi tetszik. Meddig lesz látható ez a kiállítás itt a Művelődési Házban? Hát ez a hónapban látható lesz. Az Egyesített Szociális Intézmény nem csak kiállításoknak adott otthon, de színvonalas programokkal várták a gyerekeket Ósz világában. Kézműves foglalkozások, Buborék Show és Vadai Herjetta kicsiknek és nagyobbaknak szóló interaktív gyermekműsora szórakoztatta a résztvevőket az intézményben. Egy kicsit beszélj arról, hogy mit hoztál ide Solt-Vadkertre, és hogyan kerültél kapcsolatba egyáltalán az itteni emberekkel ezzel a rendezvénnyel. Rivész Lászlóné a nagymamám, aki szintén itt kiállított a következő teremben zsolnai munkákat, és igazából itt töltöttem Solt-Vadkerten a gyerekkoromat, tehát így van kötődésem, meg a többi révész család is, virágkertész Révész Rezső, szintén a rokonom, és az ő családjánál töltöttem a gyerekkoromat. Honnan jött a kapcsolat, hogy ilyen bútorokat díszíts, festj, illetve ezzel a kézműves foglalkozással, kézműves hobbival, ha lehet így mondanom, hogyan kerültél kapcsolatba? Inspirációt azt a kisfiam születése után hoztam meg az ikletet. Akkor kezdtem az ős gyerekszobáját kifesteni, és utána kezdtem el foglalkozni a gyerek kisbútorok festésével, kispadokkal, dobozokkal, gyerekládikókkal, kincses ládákkal. Milyen motivumokat szeretsz használni? Van-e kedvenced esetleg? Hát kedvencem, ami itt látható, a bohóc motivum. Nagyon szeretem a cirkuszvilágát, meg hát a fiam is. Akkor a másik kedvenc az a kalocsai népművészet. Azt is így vegyítem ugye a fára.
Mindamellett a nyárik lett a levendulás pad és lóca, ami szintén itt látható. Milyen anyagokkal dolgozol szívesen? Én fával dolgozom, és akrillal festek rá. A fa számomra a legtermészetesebb anyag, és úgy gondolom, hogy a ma gyerekének igenis, hogy meg kell mutatni azt, hogy ezzel is lehet játszani, nem csak a műanyag játékokkal. Mennyire volt nagy az érdeklődés? Itt a riport előtt beszélgettük, hogy téged is meglepett, mennyien látogattak el erre a rendezvényre. Nagyon meglepő és nagyon jó érzés, hogy ennyien kíváncsiak erre a kiállításra, és nagyon köszönöm Soltvadkertnek, hogy részt vehettem rajta. A születi napok alatt milyen programokkal vártátok az idetérőket, az érdeklődőket? Igyekeztünk minél színesebb programokat összeállítani. A kiskörösi család, szociális egészségügyi és gyermekjóléti központ jóvoltából, nyertes pályázata jóvoltából óvodáskorú gyermekeknek igyekeztünk egy olyan színes programot alkotni, ami ide vonza őket különböző ügyességi és különböző vetélkedők jóvoltából. Óza csodák birodalmára építettük a programunkat, és a Doroti, a madárijesztő, a keleti, a nyugati boszorkány és a bádogember jelenti a különböző állomásokat, ahol a gyerekek ügyességi játékokkal gyűjthetnek pontokat, és a végén jutalom is megilleti őket, zsákbamacska jutalomban részesülnek. Ezen kívül egészségprogramokat állítottunk össze, ebben az egészségfejlesztő iroda kiskörös szintén támogatott minket, és vérnyomásmérés, testzsírmérés, vércukormérés, az egészséges táplálkozás jegyében zajló programok vannak az épületünk egy részében, és ezt a programsorozatot rajzkiállítással színesítettük, amit külön köszönünk az iskolában közreműködő tanároknak, pedagógusoknak, illetőleg a lelkes gyermekeknek, akiket természetesen majd a Szüreti Fesztivál után jutalommal is illetünk az alkotó munkájukért. A programokat szerettük volna még tovább színesíteni, buborékshow is működik az udvarunkon. Nagyon hálásak vagyunk a jó időnek, mert így a napsütésben a szállóbuborékok még színesebbé tehetik az itt zajló tevékenységeket, és Vadai Henriettát is ide várjuk, ő 17:30-tól fog énekelni nálunk a mai napon, és holnap is ugyanígy buborékshó és Vadai Henrietta is színesíti, teszi gazdaggá a programokat. Ezen kívül palacsintával és szörppel várjuk a gyerekeket, ez is már egy jól bevált évek óta működő dolog, és reményeink szerint most is szívesen fogadják a szülők és a gyerekek is. És természetesen gondoltunk az igazán kicsikre is, úgyhogy van egy gyerekkuckó, és a gyerekkuckóban eljátszhatnak a gyerekek, amíg a szülők egy kicsit megpihenhetnek nálunk. Volt azért egy kicsit felnőttesebb program is, hiszen nagyon szép kiállítást lehetett megtekinteni itt. Így van, ez is már évek óta hagyomány nálunk, hogy igyekszünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy ez tényleg minden korosztály számára színes és érdekes lehessen. Így az idén is összesen 7 kiállítónak a munkáit lehet megtekinteni az intézmény termeiben, illetve a folyosón. És ami még szintén színesítette a programot, hogy a mai napon intézményünkben látogattak olyan fiatalok, akik egy új sportágat, bugócsigához hasonlítanám, egy új sportágat népszerűsítettek, és spanyol fiatalok érkeztek, egy órát itt voltak nálunk, és ezt az új sportágat népszerűsítették a gyerekek körében. Mint minden nagyobb városi rendezvényen, így a Szüreti Fesztivál rendezésében és lebonyolításában is nagy szerepet vállaltak a soltvadkerti polgárőrök. És hogyan az egész napos munka mellett feladatot vállaló polgárőrök és barátaik jól lakhassanak, az Egyesület benevezett a főzőversenyre is. A mai napra milyen csapattal jöttetek el, hogyan készültetek? Hát a készületek már 3 napja kezdődtek, sőt már nem csak 3 napja, hanem másfél hete. Fölhívtam a juhász barátomat, hogy egy jó birkát vágjon le nekünk. Ez megtörtént. Fölhívtam egyik barátomat, Szávai Laci bácsit, hogy jó kakasokat vágjon le nekem, akik kukoricát ettek. Ez megtörtént. A birka gyönyörű volt, 20 kg volt a fél birka, a 4 kakas 16 kg volt, gyönyörű vörös húsú volt a kakas,
vörös húsa volt a birkának, amit majdnem, sőt, hát majdnem 4 óráig főztünk, forrás után 4 órát főztünk, kakasokat is 3,5 óráig gyönyörűek voltak. Tegnap este összedraboltuk a hagymát, paprikát, paradicsomot, primőráru, csak primőráru fokhagyma, kevés idegen anyag, tehát különleges fűszereket nem alkalmazunk. Ezeket előkészítettük tegnap este. Kik jöttelek el, hiszen mondtad, hogy polgárőr csapat vagytok. Hány fővel jelentetek meg, milyen tagsággal a mai napon? Hát a polgárőrség most, tehát itt főzéshez ilyen 4-5 fővel voltunk itt, akik konkrétan csak a főzéssel foglalkoztunk. Ugye mivel, hogy Soltvadkert város szüreti fesztiválja van, ilyenkor a Soltvadkert polgárőrségre nagy szükség van. Több utcát zárunk, több helyet biztosítunk itt a főzés terén, pluszban a Bor utcában az utcák zárása, tehát mindenhol van, legalább most is legalább 14-15 emberrel minimum szolgálatot vállalunk, ők is meg vannak hívva hozzánk vendégnek, kapnak a mi pörköltünkből, plusz akik nincsenek szolgálva, polgárőreink, ők is kapnak a polgárőr, tehát amit mi főztünk, mert egy csapat vagyunk, plusz jönnek ismerősök, barátok, őnekik is szívesen adunk, ha még van, marad. Hála Istennek, főztünk 20 kiló birkát, 16 kiló kakast, másfél óra alatt az összes elfogyott. Szerintünk jó sikerült. A szüreti fesztivál szombati napján az RCS, azaz a Racing Club Soltvadkert jóvoltából kicsik és nagyok lelkesen rohadták a köröket gokártyukkal a klub által felállított pályán az iskola melletti parkolóban. A felnőttek egy szlalompályán próbálkozhattak, a pálya teljesítése után pedig mindenki ajándékot kapott a klub tagjaitól. A vasárnapi programot ugyan elmosta az eső, de a szervezőktől megtudtuk, hogy évközben és 2 év múlva újra várják az érdeklődőket a fesztiválon. A háttérben nagyon élvezik a gyerekek a gokártozást. Kinek köszönhetik, hogy ilyen boldogan körözhetnek itt az iskola mellett? Először is köszöntök minden kedves gyermeket és szülőt. A Racing Club Soltvadkert rendezésében igyekeztünk kedveskedni a gyermekeknek, illetve a szülőknek is, hogy valami élményt tudjunk vinni a szüreti napokra. Igazából itt a cél az lenne, hogy a gyermekek már gyermekkorban megismerjék az autózás vagy a motorsport élményeit, illetve természetesen utánpótlás céllal is, hogy akik huzalmat éreznek magukban, esetleg szeretnék ezt a pályát választani, vagy hobbit, akkor ismerkedni tudjanak valamilyen szinten a járművekkel, illetve a versenyzés élményével. Ki biztosította ezeket a gokártokat? Otthonról hozták? Ezek otthoni játékai a gyerekeknek? Igazából nem, hanem ezt is a Racing Club bocsátja rendelkezésre. Saját tulajdonú? Elvileg igen. Uh-huh. 2 nap biztosítanak itt programokat. Mi történik? Mert úgy láttam, mintha verseny is lenne. Így van. Ami mögöttünk áll pálya, a felfújható pályán 3 korosztály, 3-tól 5, 5-től 7, illetve 7-től 9 éves korig, illetve itt mögöttünk van egy megrendezett szalompálya, ahol pedig a 9 év feletti gyermekek tudnak versenyezni, és gyakorlatilag a 2 nap alatt, aki a legjobb időt éri el, díjazásban részesülnek, illetve mindenki, aki részt vesz, kap egy kis ajándékot, akár egy palacsintát, vagy bármilyen ételt, vagy bármilyen innivaló, illetve amit választ. Láttam, sül a palacsinta. Így van. Tehát lesz palacsinta, meg üdítőt is kapnak? Üdítő, illetve később majd készülnek a ételek is. Milyen visszajelzéseket kapnak a gyerekektől? Mert így, ahogy rájuk nézünk, nagyon élvezik. Úgy látom, hogy nagyon boldogok, és természetesen még azt el kell, hogy mondjam, hogy ez egy non-profit dolog, tehát ez mindenkinek díjmentes a részvétel. Szándékosan ez cél is volt, hogy bátran jöjjenek és próbálsák magukat.
A klub először biztosít programokat itt a születi napokon, tehát első alkalommal, mert tudom, hogy minden egyesület, klub, civil szervezet sátrakban szokott megjelenni a fesztiválon. Ez először első alkalommal van? Igen, ez az idén teljesen először, gyakorlatilag mi is ismerkedési jelleggel vagyunk itt. Igyekszünk tapasztalatokat gyűjteni, és bízom benne, hogy a közeli jövőben ezt majd folytatni tudjuk. Akkor jövőre veletek ugyanitt? Bízom benne, hogy igen. A Soltvadkerti Repülősport Egyesület sárkányosai idén is kitettek magukért. Egész nap fent köröztek az alkalmi utasokkal, ahogyan ez lenni szokott. Sok-sok bátor vállalkozó láthatta madártávlatból Soltvadkertet és környékét. Aki volt már ég és föld között sárkányosokkal, az tudja, hogy milyen szép a táj, és értékeli az Egyesület lelkes és kitartó munkáját, amit mindenkor az önzetlenség jellemez. Most olyan délután 1 óra van, az ebédszünet vége. Délelőtt sokan voltak repülni? Hát elég sokan kilátogattak ide a repülőtérre. Érdekli az embereket az, hogy mi történik itt, a repülést látni kívülről, de megtapasztalni a repülés élményét is. Kíváncsiak az emberek. De gondolom nem csak a gyerekeket bűvöli el, az természetesen, nem a felnőtteket is. Hát természetesen, igen. Gyerekek is érdeklődően itt nézegetik a gépeket, a felnőttek is. A gyerekek azok főleg csak nézegetik, vagy gurulunk velük egyet itt a repülőtér kifutópályáján. A felnőttekkel meg megyünk egy kört itt a Büdös-tó, a város szélénél, és úgy vissza. Mennyi időskortól lehet a géppel felszállni? Hát, hogy mennyi idős korút... Most itt a repülésnél. Hogy hány éves vihetünk? Hát 10 év fölött mindenféleképpen, tehát azért egész kis gyereket nem vihetünk. A kicsiket itt szoktuk gurultatni, csak gurulunk egyet a pályán velük. A felnőtteket visszük a levegőbe. Volt esetleg olyan, aki ott a levegőbe gondolta meg magát, és mondta azt, hogy inkább menjünk vissza? Nem volt ilyen a mai napon. Hát előfordul azért olyan is, hogy főleg szelesebb időben, amikor dobál, nem igazán kellemes, főleg az első repülésnél. Előfordul. De most jó idő van, nem? Hát egy kicsit oldalszeles azért a szél, de nem veszélyes, úgyhogy lehet élvezni a repülés szépségét. Számítanak a délutáni nagy rohamra, hiszen ugye egy-egy rendezvénynél az a délután az, amikor megtelik emberekkel. Igen. Hát most ebéd után várjuk a látogatókat, az érdeklődőket, fognak is jönni, és hát föl vagyunk készülve rá, hogy akik szeretnének repülni, azokat visszük. És hány pilóta várja a vendégeket? Hát nem is tudom pontosan, hogy hát 12-en vagyunk itt az egyesületbe, aztán hát nem tudom, ez változó, napközben változik, ha valakinek más programja van, vendégei vannak. Hát olyan 6-7-en azért mindig szoktuk vinni az érdeklődőket. 12-t említett, ez az egyesület taglétszáma? Igen. Ugye 2 éve beszélgettünk szerintem utoljára az előző születi fesztiválon. Azóta többen lettek, kevesebben lettek, hogy alakult a létszám? Hát a tulajdonosok száma az maradt 12, viszont 17 gép van itt a hangárban, tehát más személyeknek is, akik levizsgáztak, gépet vettek. Itt tudjuk tárolni a gépeit, és akkor hát itt repülhetnek velünk. Egy kicsit az egyesületi életről, ha mesélne, ugye gondolom, hogy ez egy baráti társaság is egyben. Igen, egy baráti társaság is. Hát hétvégeken főleg, vagy este felé szoktunk kijönni, hétvégeken többen kijönnek azért, és akkor hát itt a környéken repülünk inkább, a környék településein, ahol van repülőtér, meglátogatjuk az ismerősöket, Kiskörös, Kiskunhalas, általában ezen a területen. Messzebbre nem szoktak menni? Hát az idén nem voltunk, tavaly voltunk, messzebb voltunk Egerbe, ott szokott évente lenni egy repülős találkozó,
ott voltunk néhányan, aztán Hajdúszoboszlón voltunk. Most az idén nem voltunk hosszabb túrán. Akkor jó repülést kívánok délutánra. Köszönjük szépen, lesz valószínű. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben, jövő héten kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.